a Mi Hazánk Nemzeti Majálisán vagyunk, éppen egy kisvonaton vagyunk, itt a gyerekek is számos program közül választhatnak. Ugrálóvár, kisvonat, héliumos lufi az első 100 gyereknek, kisvonat, állatsimogatás, pónilovaglás, ingyen, buborék együttes koncertje, bűvész bemutató is várható, minden, pokolgép, nemzeti hang, meglepetés zenekar, lesz minden, Toroszkai László, Novák Elő, Dúró Dóra, minden, amit csak szemszájnak ingere és el tudjuk képzelni. Nagyon-nagyon élvezem, az remélem látszik, mert tényleg így van. Nagyon sokan vannak, ami mindig szívderítő egy ilyen rendezvényen, hiszen a Mi Hazánk elsősorban a családok mellett áll, és a magyar családokra szeretnénk építeni a nemzet jövőjét is. Minden gyerekprogram ingyenes a mi rendezvényeinken azért, hogy a családokat segítsük ezzel is, és rájuk építhessük a magyar jövőt. 500 főben vannak a rendezvények maximalizálva, azért itt most jóval többen vannak. Mi történt? Több rendezvényt is bejelentettünk egymás mellé, így a létszámkorlát is ezzel párhuzamosan emelkedik, úgyhogy mindenki nyugodt lehet, és teljesen jogszerűen tartózkodik itt, védettségigazolvány nélkül is örömmel látjuk az embereket, hiszen diszkriminatívnak tartjuk ezt, és nem fogadjuk el, hogy ez alapján megkülönböztessenek magyart és magyart. Hogyan látod a Mi Hazánknak a jövőjét? Nagyon bizakodó vagyok a választás előtt, most már a közvéleménykutatásokban is egyértelműen megmutatkozik a Mi Hazánknak az erősödése, és nagyon fontos, hogy az országos lefedettséget, szervezettséget azt körülbelül mostanra tudtuk elérni. Mind a 106 választókerületben önálló képviselőjelöltet állítunk, hogy azok is tudjanak választani, akik sem a Fidesz urambátyám rendszeréhez, sem pedig az elvtelenül egyesült balliberális tömbhöz nem szeretnének tartozni. Sajnos ilyen 45-ben a háború elvesztése után megszüntették Oltvádról a magyar királyi csendőrséget. 1991-ben viszont a Magyar Alkotmánybíróság az 1945-ös miniszterelnöki rendeletet hatályon kívül ezt a jogtalannak és alkotmányellenesnek nyilvánította. Ugye ez az a rendelet, amely a csendőrség kollektív bűnösségét mondta ki, és ezt szüntette meg 91-ben az Alkotmánybíróság. Tehát tulajdonképpen minden jogi akadálya eltűnt annak, hogyha lenne egy politikai akarat újra felállítani a magyar királyi csendőrséget a régi csendőrség mintájára. Hiszen a csendőrök soha nem voltak kommunisták, átnevelhetetlenek voltak, hülyek voltak a hazához, keresztény jobboldali gondolkodású emberek voltak. A megalakulásuktól kezdve, ugye egészen a feloszlatásáig a közrendvédelemben ellátott hosszú szolgáltukat, amit becsülettel láttak el, tisztességgel, lefizethetetlenek voltak, hajthatatlanok. Egy olyan testületről beszélünk, amely egyedülálló volt, szerintem egész Európában szinte, amely katonailag szervezett őrtestület volt. Sziasztok, szeretnék 4 mondatot kérni a Magyar Önvédelmi Mozgalomról. Mi volt a legutóbbi akciótok, mi lesz a következő, hogy áll most maga az egész szerveződés? Hát a akcióink folyamatosak egyébként, mind a karitatív jellegű, mind a lakossági, önvédelmi. Hát most elég sokat járok az utóbbi időszakban Jászapátira. Borzasztó állapotok uralkodnak az egész járságban, nem csak Jászapátin, úgyhogy most ez a legfontosabb, hogy ott próbáljunk segíteni. Most ez az aktuális feladat, mert foglalkozunk, hogy nyilván minden településen azért működnek az önvédelmi közösségeink, úgyhogy építjük és erősítjük a mozgalmat, mert most nagy szükség van egyébként az országban, magyarság összefogására. Úgyhogy ahol tudunk, természetesen segítünk, és számítani lehet arra, hogy ahol bajban van a magyarság, mi ott leszünk és kiállunk a védelmük érdekében. Apáti István van itt velem szemben, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. Még a rendezvénynek nagyjából csak a felénél tartunk. Hogyan értéked eddig a mai napot? Pontosítani talán még az egyharmadánál inkább. Szerintem kijelenthetjük, hogy egy példaértékű, sikeres, remek, jó szervezett, profi módon összerakott rendezvényt látunk. Voltunk, vagyunk, leszünk. Talán ezzel foglalhatnám össze a legfrappánsabban azt, amit itt látunk. Örömteli egyébként, nem csak azért, mert lassan másfél év bezártság után szabadulhattak ki az emberek, hanem a nemzeti közösség, vagy jobboldali radikális közösség is jobban összekovácsolódik. A nehézségek és a közös küzdelmek és az ilyen rendezvények képesek leginkább összekovácsolni. Az agyon digitalizált és sokszor atomjaira hullott világban a mi közösségeinket, amire az előttünk álló 9-10 óraban minden korábbinál nagyobb szükség lesz. Egy év múlva úgy leszünk itt, hogy mögöttünk van egy választási küzdelem. Hol látod egy év múlva ezt a mozgalmat és akár saját magadat?
Erősen bízom benne, hogy sikerül bekerülni a parlamentbe, véleményem szerint erre minden esélyünk megvan, és nem csak bekerülünk a parlamentbe, hanem ott megkerülhetetlen tényezővé válunk, és legalább ekkora, vagy ha a lehetőségeink engedik, akkor még egy ennél is sokkal nagyobb rendezvényt tudunk majd megrendezni, megszervezni, hogy erre minden feltétel reményem szerint adott lesz. Csongor van velem a Mi Hazánk vezető, Mi Hazánk ifjainak a vezetője. Mi volt a legutóbbi ifjak akció? Hát rengeteg ifjak akcióval készülünk. Ugye mai nap folyamán a Tervezd meg a jövődet című kampányunk kapcsán települtünk ki. A standjainknál még most is gyűjtjük az aláírásokat, kérjük ki a véleményeket, milyen helyi problémák vannak. Ennek megfelelően nem sokára láthatják, hogy programpontjainkkal is nyilvánosan fogunk jelentkezni. És amint megkérdezzük a problémákat és elbeszélgetünk a tagokkal, vagyis hát az új jelentkezőkkel, akikből azonnal tagok is lesznek, szóval folyik folyamatosan a toborzás. Teljesen jó hangulatba telik a mai nap. A létszámunkat továbbra is növelni fogjuk. Ez nem naivitás, hanem az eddigi tapasztalat. Folyamatosan nőtt eddig is a létszámunk, ezután is ez fog történni. Hogyan látod a nyári időszakot? Lesz-e a nyáron olyan rendezvény, ahol a fiatalok, érdeklődők találkozhatnak a Mi Hazánk ifjaival? Természetesen, ugye sajnálatosan kevés fesztivál kerül megrendezésre idén, de az EFOT fesztiválon ott leszünk, ami az Hazánk ifjaival, számos olyan akcióval készülünk még, amivel felkelthetjük az érdeklődésüket. Mind a radikális rétegnek, mind pedig akár az átlag fiatalnak a mindennapi problémára való reagálásunkkal. Mi érdekli a fiatalokat egy ilyen majálison? Mi a legtöbbször elhangzott kérdés, amit nektek föltesznek, mit csináltok most éppen itt? Hát a legtöbbször föltett kérdés, hogy ez mennyire kapcsolódik a politikához, és mennyire a szórakozáshoz, milyen arányban van jelen a két dolog, és hát erre az a válasz, hogy 50-50%. Mert jól érezzük magunkat, és mellette valami hasznosat is teszünk. 50-50? Inkább 60-40. Inkább. Melyiknek a javára? Inkább a szórakozást keresik szerintem nálunk azért. De a politika is érdekli őket, illetve én azt vettem észre, hogy a legtöbb kérdés az inkább arra irányult, hogy ez mennyire az elkötelezett, tehát mennyire kell elkötelezni magadat, hogyha ide belépsz. De mennyire kell elkötelezni magadat, mik az elvárások annak, aki mondjuk tagja akar lenni a Mi Hazánk ifjainak? Elvárás talán csak annyi tényleg, hogy segítsenek, és tényleg tegyünk valami olyat, amivel így ismertebb lesz a párt, meg esetleg így a népszerűségét tudjuk növelni, de ezt azért igyekszünk úgy, hogy jól is érezzük magunkat közben, szóval ne legyen olyan monoton, és olyan nagyon erőltetett a dolog. Úgyhogy szerintem, aki a szórakozást keresi, az is megtalálhatja, amit keres. Személy szerint mit vártok a Mi Hazánk ifjaitól? Hát én nem csak a szórakozást, őszintén szólva nekem az is tetszik, hogy ugye a nagy pártot tudjuk ezzel segíteni, illetve hogy tényleg a hazáért is tudunk tenni, és ugye egy ilyen bajtársias nemzeti érzelmű közösség tagjának lenni, én nagyon jól érzem magam itt, úgyhogy én ezt várom továbbra is. Szüleitek mit szólnak ahhoz, hogy aktív közéleti szerepet vállaltatok? Hát eleinte azért voltak kétségei ezzel kapcsolatosan, de aztán így látta, hogy sikerült barátok, tehát több ismerettségre szert tennem, és igazából úgy most már neki is tetszik, meg most már ő is úgy húzódozik a Mi Hazánk felé. Mi ennek a tevékenységnek, sportnak a pontos neve, te mióta üzöd ezt? Ezek zsonglőr játékok, amiket ki lehet próbálni és meg lehet tanulni, minden csak gyakorlás kérdése. Azért vagyok itt, hogy a gyerekeknek megtanítsam, és hát jobb esetben el is adjam. Így találkozunk, hogy egyik oldalról a másikra, és amikor ezt már megtanulják a gyerekek, akkor utána tudják majd ugyanezen a mozdulattal felemelni. Haló? Semmi? Mit szólsz a Mi Hazánk nemzeti majálisához? Köszönjük szépen! Ugráló választunk, csúszdáztunk, jól érezzük magunkat, szép az idő szerencsére. És örülünk, hogy itt lehetünk. Honnan értesültetek erről, hogy ez most itt lesz? Kurusz Info. Szia! Miért jöttél ki ide erre a majálisra? Mit csinálsz? Melyik programot várod a legjobban? Szia, koncertekre jöttem ki, végre nem kell védettségi igazolvány, semmi f***. Úgy is rég voltam, mondom, hát hogyha
pár jó haverról újra összefutni, koncertet várom a legjobban, meg kell kicsit alapozni rá. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az, ami vonzotta önöket erre a családi napra? A kötelezettség. Bővebben? Mi, kötelező volt? Hát itt kellett lenni. Ez egy jó program, a családnak jó. Sikerült-e választani a gyerekprogramok közül, milyen programokon vetetek eddig részt családosan? Nemrég érkeztünk, úgyhogy még csak terve van véve a csúszdapark. Először is a étkezést tudjuk le, és nagyon szeretnénk találkozni Kassai Lajossal, és a lovasi ijászok bemutatóját várjuk. Lesz-e pálinka kóstolás, kézműves sörök kóstolása meg fog történni, vagy úgy lehet, hogy most oda tapintottam, ami eddig nem került egyeztetésre, ugye? Jó gondolom? Én fogok vezetni, a feleségemnek csak Heves megyei érvényességű jogosítványa állítása szerint. Csak Heves megyei, az milyen? Milyen jogosítvány? Biztonságosabb, ha apa vezet. Akkor... Pálinkát is jobban bírom nála. Apa vezet, akkor anya iszik? Hát majd meglátjuk. Nincs kizárva, igen. Mi a véleményetek, kicsit komolyra fordítva a szót, a családokat támadó LMBTQ szervezetekről? Hogyan látjátok mondjuk egy 15-20 év múlva, hogyha a gyerekeitek felnőnek, akkor milyen jövőkép vár rájuk itt? Nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, és akkor meg lehet menteni szerintem ezt a dolgot. Nagyon ellenezzük, és nagyon károsnak tartjuk, úgyhogy amit tudunk, megteszünk ellene. Itt vagyunk akkor még továbbra is a Mi Hazánk Nemzeti Majásán, és Szakács Árpád van velem szemben. Azt szeretném kérdezni, hogy miért tiltották le a Trianon filmet? Hát ennek a hátteréről többfajta pletyka, többfajta háttérinformáció van, pontosan nem tudjuk, ezzel kapcsolatban egy információ, ami biztos, amit Rafai Ernőnek a nyílt levelében megfogalmazott, Papp Dániel felé, a közmédia vezérigazgatója felé, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Ebben a nyílt levélben olyan állítás is van, olyan jellegű véleménye Rafai Ernőnek, amivel én teljesen egyetértek, tökéletesen tudok vele azonosulni, hogy ez a fajta cenzúra a kommunista diktatúra legsötétebb időszakát jelenti, a legsötétebb időszakára hajaz, hogyha ilyen állapotok uralkodnak a mai közéletben, hogy nem lehet levetíteni, nem lehet bemutatni egy ilyen fontos filmet. A másik, ami nagyon felháborító számomra, magánember számára az, hogy tavaly a trianoni emlékévre semmilyen ilyen jellegű, ehhez hasonló alkotás, film, egyéb fajta vizuális, hasonló műsor, hasonló film nem született, nem jött létre. Ez is magánadományokból jött létre, ugye így ezen keretein belül készítette el ezt Jelenszky István, ami botrány ezen a téren. Én azt hiszem, hogy ez egy visszajelzés is arra, hogy voltak éppen úgy néz ki ma Magyarországon a magyar kultúra, mintha egy rezervátumba élnénk, mint a dél-amerikai indiánok, hogy nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, de ez a sok mindennek nagyon komoly keretei vannak. És ha ezt megnézzük, vagy lebontjuk a napi egyszerű életünkre, akkor azt látjuk, hogy a magyar identitás, a magyar gondolat az olyan üldözésnek van kitéve, amire ritkán volt még példa. Én azt tudom ezekkel kapcsolatban még kiemelni, vagy mondani, hogy még a kádári kommunista diktatúra időszaka alatt is születtek a magyar nemzeti identitást erősítő filmek, alkotások, olyan jellegű munkák, amelyek áthatják a magyar társadalmat. A jobb oldal elmúlt 11 évben lényegében semmi nem történt. 100 milliárdos nagyságrendű összegbe és tételbe készültek döntően a magyarokat becsmérlő, a magyar kultúrát kigúnyoló alkotások, amelyek tényleg minősíthetetlenek, és egy olyan slepnek, egy olyan siserehadnak adtunk megélhetési forrást, adott a jobboldali kormányzat megélhetési forrást, ami a gyurcsányi ideológiának az egyik hordozója a kulturális térben. Elsőként azt szeretném kérdezni, hogy most milyen pálinkát iszunk, hol készülnek ezek a pálinkák, és egyáltalán hányféle íz közül lehet itt választani? Ezek a pálinkák Panyolán készülnek, vannak többféle kategóriájú terméket hoztunk ki, vannak az elixír termékek 40-42-45 fokosak, a csúcs kategóriák az 52 fokos eskupálinkáink.
legújabb termékünk a máklikőr 50 fokos változatban. Kihoztam egy ágyas megypálinkát, és a 50 fokos terméksorozatunkból a vendégváró pálinkákat hoztuk ki. Ez mind vendéget vár? Ez mind, így van, illetve az összes termékünk vendégváró. Szeretettel várunk minden pálinka szerető és fogyasztó vendéget, úgyhogy ezekből lehet most jelenleg választani. A lezárások miatt rengeteg rendezvény elmaradt, ugye többek között a panyolai, de más kézműves pálinka kóstolók, vagy kézműves mondjuk lángosítők sem tudtak megjelenni. Ez hanyadik rendezvény most az újraintások óta, ahova ki tud települni a kóstoltató? Nekünk ez az első. A legutóbbi rendezvényünk 2020. februárban volt, és azóta mi nem voltunk sehol. De én reménykedem benne, hogy lesznek még ilyen rendezvények, és magunk mögött tudhatjuk ezt az elmúlt egy évet. A háttérben már zajlik Toroszkai László előadása, úgyhogy oda igyekszünk mi is. Egészségetek! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon sokat tudnék még beszélni.